Örültem, hogy néztem a dicséretbe, hogy a bal oldal is kezdett betelni már. Izgultam, hogy csak a jobb oldal erős, de látom, hogy hála az Úrnak a bal oldal is megjött, és középen pedig a liberálisok bármit csinálhatnak, amit akarnak, Isten kegyelméből. Barátaim, egy különleges találkozásról szeretnék ma nektek beszélni, ezt helyezte az Úr a szívemre, és nagyon bízom benne, hogy mindaz, amit én átéltem ezzel az igével kapcsolatban, azt Isten kegyelméből vissza tudom adni. Egy kicsit, ha lehakítasz, szerintem túl sok vagyok magamból, de ahogy gondoljátok, így már jobb. Talán még mikrofon nélkül is elég lennék, de Márk evangéliumához, ha lapoztok, akkor a 10. részből szeretném felolvasni a 21. verstől néhány igét. De inkább a 17-től, jó? Márk 10:17. És mikor útnak indult, Jézus hozzá futott egy ember, és letérdelt előtte, és azt kérdezte: jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem? Jézus azt mondta neki: hé ember, miért mondasz engem jónak? Senki nem jó, csak egy az Isten. A parancsolatokat tudod kívülről: ne paráználkodjál, ne ölj, ne lopj, hamis tanúbizonságot ne tégy, kárt se tegyél, tiszteld apádat és anyádat. Az pedig azt felelte neki: mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus pedig rátekintett, megkedvelte őt, és azt mondta neki: egy fogyatékosságot, fogyatkozásod azért van. Eredj el, add el minden vagyonodat, adod a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és gyere, kövess engem, vedd fel a keresztet. Az pedig elszomorodván a beszéden, elment búsan, mert sok jószága volt. Jézus pedig körültekintvén azt mondta a tanítványoknak: milyen nehezen mennek be az Isten országába, akiknek nagy gazdagságuk van. A tanítványok pedig elámultak, másik fordításban megrettentek az ő beszédén, de Jézus ismét felelt, és mondta nekik: gyermekeim, mély nehéz azoknak, akik gazdagságban bíznak, az Isten országába bemenni. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. Azok pedig még inkább elálmélkodtak, és azt mondták maguk között: egyáltalán üdvözülhet valaki? Jézus pedig rájuk tekintett, és azt mondta: az embereknél lehetetlen dolgok vannak, de nem az Istennél, mert az Istennél minden lehetséges. Amen. Korunk nagy kérdése, különösen az egyházban, főleg amikor rossz paszban vagyunk így keresztények, vajon üdvözülünk-e? Ezt azért felszoktuk tenni, ezt a kérdést. Ha egy picit is ott dobog a kereszt a szíved helyén, akkor ezt már megkérdezted. Beálltál a tükörbe, és különösen mondom, egy ilyen gyenge hét, vagy egy ilyen gyenge nap után, vagy a bátrabbaknak gyenge év, gyenge évtized után, ki hogy bírja. De úgy érdemes feltenni ezt a kérdést, és fel is tesszük, hogy vajon van-e üdvösségünk. Ha meghallgatunk egy prédikációt, ami arról szól, hogy vigyázz ember, véged van mind a botnak, akkor hazamegyünk, és elgondolkodunk rajta, hogy tényleg hogyan lehet megszerezni? Mi az a lehetőség, amivel be tudnám biztosítani azt, hogy üdvösségem van? Az elkövetkezendő hetekben majd Zakeusról fogok beszélni, csak ma inkább kezdem a rosszabb példával, hogy utána a jobbal tudjam folytatni, mert jobb előbb túl lenni a rosszon, és akkor utána úszhatunk egy pár hétig a jóban. De tudjátok, nagyon nagy szüksége van ma Zakeusokra, akik fölmásznak selyem ruhában a fa tetejére, és a fa tetejéről úgy jönnek le, hogy beengedik az otthonukba Jézust, függetlenül az embereknek a véleményétől, kérdésétől, óhajaitól, elvárásaitól. Beengedik az otthonukba Jézust, mert abban a pillanatban, hogy beengeded az otthonodba Jézust, abban a pillanatban ez a jelenlét, amit beengedsz a szívedbe és a lelkedbe, ez valóságosan meg tudja változtatni az életedet. És ezért ez a Zakeus, én mindig nagyon irigyeltem ezt a Zakeust. Nem csak azért, mert kis termetű volt, és valahol lelki társamra találtam, de azért ez is benne van. Pont úgy nézhetett ki, mint én, szerintem legalábbis magasságra.
majd egyszer én is fölmászok a fa tetejére, vagy lehet, hogy már ott vagyok, nem tudom, de jó lenne onnan lejönni, és bátran az urat beengedni, és vele vacsorázni. De azért tiszteltem mindig, és azért irigyeltem mindig, mert ő kapott egy olyan mondatot, amit talán a világegyetemben senki nem kapott meg. És ez a mondat a legcsodálatosabb, ami így hangzik, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak. Tudjátok, ez azért csodálatos mondat, több okból is. Egyrészt, mert ezt nem a karakó szörcsögi polgármester mondta, nem is a magyar miniszterelnök, hanem ezt maga a názáreti Jézus Krisztus mondta. Aki úgy beszélt, és később a János 17-ből megtudjuk, hogy úgy beszélt, hogy soha semmit nem mondott, csak úgy hirtelen felindulásból, mert mit tudom én, Zakeuséknél jó volt a marha pörkölt, és Jézus annyira extázisba esett ettől, hogy azt mondta, hogy na jó van, ha már ilyen jó pörköltet főztek, akkor legyen üdvössége ennek a háznak. Vagy marha jól adakoztak, vagy tetszett, ahogy Zakeus odaadja minden vagyonát. Szóval nem ebből a felindulásból jött Jézusnak a mondatai. Tudjátok, őneki nagyon kellett vigyázni a mondataival. Természetesen nekünk is kell vigyázni, mert a mondataink tudnak tüzet gyújtani, tudnak oltani, tudnak felemelni, és tudnak tönkretenni is. De Istennek azért kell vigyázni a mondatával, bármilyen mondatot kimond, mert amit ő kimond, az úgy lesz. Szóval Isten, amikor teremtett, akkor nem úgy mondta, hogy és legyen fenn az ég, alul meg a föld, és akkor utána, jaj, bocsi, eltévesztettem, vissza az egész. Mert amit kimondott, abban nem volt változás. Mert azt mondja a Biblia, hogy ő egy olyan személy, aki ha valamit mond, ahhoz semmilyen változás nem fér hozzá. És ezért Jézus, amikor ezt kimondta, akkor tudjátok, azért jó érzés ez, mert ez nem egy hirtelen érzelmi hatás alá került ember, vagy egy jól lakott ember, vagy egy elfáradt ember mondta, hanem egy olyan ember mondta, aki soha semmit nem mondott másképp, mint ahogy az atya mondta neki. Ez az üzenet Zakeuséktól, Zakeuséghoz, barátaim, a mennyei trónszéktől jött. Ez nem egy lelkes beszéd volt, hanem egyszerűen az atya, hogy lenézett és látta ezt az embert, aki ne felejtsétek el, néhány órával ezelőtt még a fa tetején hesszelt, és mindenki által megvetett volt. Ez az ember egy pillanat alatt valami olyat kapott, amire, ahogy mondja a Biblia, a királyok, proféták, meg hát valljuk be azért így őszintén, hogy melyikünk nem vágyna egy ilyen mondatra ebbe a mocskos, nehéz, fárasztó, nem akarom mondani, hogy rohadt életbe. Jaj, kimondtam, elnézést. De melyikünk nem vágyna erre, hogy jön egy mondat, és az a mondat azt mondja, hogy ma lett üdvösség ennek a háznak. Nagyon sokszor elképzeljük, amikor nagyon sok jót teszünk, Teréz anyák vagyunk, meg Szent Ferencek heteken keresztül, akkor úgy gondoljuk, hogy hetek múlva megérdemeljük azt a mondatot, hogy na, ma lett üdvösség ennek a háznak. Amikor olyan szériát fogunk ki, hogy tényleg minden jó sikerül, és tényleg az Úrban érezzük magunkat, akkor egy picit úgy érezzük, hogy most jött el az a pillanat, amikor megérdemeljük, hogy az Isten ezt kimondja. De tudjátok, az Isten ezt valahogy úgy visszatartja. És ezért bennünk van a bizonytalanság, hogy hogyan is lesz nekünk üdvösségünk. És ez a fiú, ez egy lelki rokonunk volt, ez a gazdag ifjú. Lehet, hogy mondod, hogy jó lenne, hogyha testi rokonod is lett volna, mert gazdag volt, de lelki rokonunk biztos volt, mert nem volt ez olyan rossz gyerek, hisz nem Tájföldről hívta föl Jézust nyaralás közben, hanem egyszerűen foglalkoztatta őt is ez a kérdés, valahogy eljutott arra a pontra, hogy megvolt neki a plazma tévé, a ferdeképernyős tévé, a magyar Mercedes, a magyar Suzuki, szóval minden, amit a föld termett, az megvolt neki, de mégis valami belül bizsergett, valami hiányzott neki. És amikor meghallotta, hogy Jézus közel jár hozzá, akkor valahogy egy kicsit el volt foglalva, mert úgy indul a történet, majd részletesen megnézzük, hogy már vége volt az ige hirdetésnek, vége volt a tanításnak, olvassuk, hogy Jézus csomagolt, összehajtotta a Bibliáját, pulpitustól is elköszönt, hívőket is megáldotta, és ez a jó ember valószínű még az irodába elvégezte az utolsó teendőket, elküldte az utolsó e-mailt, az utolsó fax is elment, még egy üzletet lebonyolított, és eszébe jutott, hogy örök élet, tényleg, hogy ó, te gazdag ifjú, hát mindened megvan fiatal korod ellenére,
De hogy lehetne ebbe a sorba beállítani az örök életet is? Hogy lehetne, hogy ne csak az ökör, ne csak a szamár, ne csak a szolgák, ne csak az elismerés, ne csak a hatalom, hanem hogy valahogy az örök élet is meglegyen ebbe a sorba? És eszébe jutott, és amikor vége volt az ige hirdetésnek, ne felejtsétek el, ha egy kicsit visszalapoztok ugye a 16. 15. versre, akkor Jézus pont neki beszélt, ha odaért volna időben, és azt az e-mailt csak másnap küldte volna el, akkor pont hallotta volna a kérdésére a választ, mert Jézus azt mondta, nemes egyszerűséggel, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, akkor nem látjátok meg Isten országát. Ő neki mi volt a kérdése? Meg akarta látni Isten országát. Erre kapott volna választ. Isten országát, drága fiam, úgy tudod meglátni, a gyermeki hittel jössz felém és közelítesz felém. Nem elemzed a szavaimat, nem elemzed a mondataimat, hanem egyszerűen van olyan dolog, amit nem fogsz megérteni elmével és értelemmel, de ha megnyitod a szívedet, meg fogod érteni szívvel. Tudjátok, az evangéliumi kereszténységnek, és különösen az evangéliumi kereszténység által kialakított teológiának az a hátulütője, hogy azt is meg akarja magyarázni, ami megmagyarázhatatlan. Azt is meg akarja magyarázni, amit csak szívvel tudsz megérteni. Nem tudod megérteni azt a szót, hogy menj, értelemmel, mert nem tudunk olyan országot mutatni, ha bár hajrá Magyarország, hajrá magyarok, de akkor se tudunk olyan országot mutatni, ami hasonló lenne a mennyhez. Nem tudsz olyan aranynyakláncot venni és olyan aranydarabot találni, ami hasonló lenne a mennyhez. Sokáig azt hittem, barátaim, hogy a bizományi áruházakban meg az Orexbe kapható aranynyakláncok a csúcsok. Aztán egyszer Isten kegyelméből eljutottam Jordániába, és az idegen vezető elvitt bennünket az Arany utcába, és ott láttam életemben először, hogy ott az aranyat nem ilyen 14 karátos formában árulják, meg nem ilyen üveg mögött, hanem ilyen hosszú rudakra, mint amire mi a kolbász lógatjuk ki, ilyen rudakra vannak kirakva az aranyak, különböző vastagságúak. Úgyhogy a csóró is, meg a hős cigányember is találna magának aranynyakláncot. Tudjátok, az a vastagságban különbözik. És olyan volt ez a bolt, ez az egész utca olyan volt, hogy nem úgy vetted az aranynyakláncot, hogy jó napot kívánok, erre rábögtél és ezt kéred, hanem odahajtottad a kis fejedet, lemérték a nyakméreteidet, és akkor úgy, mint a kolbászból így, mértek egyet, ilyen centin, vágtak egy darabot, ráraktak mindent, és beleakasztották a nyakadba. És olyan érdekes volt, hogy nem kellett kirakat mögé rakni, nem kellett üvegbúra mögé rakni, hanem így kin voltak, és ilyen kocsin, mint a válfás ruhát tologatták. Édes Istenem, mondom, ekkora a közbiztonság Jordániába? És ezért egészen más az elképzelésem azóta az aranynyakláncról. Egészen más az elképzelésem az aranygyűrűről. Ugye itt nálunk olyan aranygyűrűk vannak, hogy rárakod a kezedre, és nem is érzed. Ha egy igazi aranyból csinálnak egy aranygyűrűt, az olyan, hogy leszakadt tőle az ujjad. Akkor van súlya. Érzed, hogy az ujjadon van. És ezért nagyon fontos ez, kedves barátaim, hogy valamit nem tudunk elmondani. És ezért is Jézus azt mondja, hogy figyeljetek, itt leszek veletek néhány évig, én nem tudok mindent megmagyarázni, nem tudok mindent elemezni, nem tudok mindent kiértékelni, nem tudok mindent igazolni, de egy dolgot javaslok, hogy bízzatok bennem, és amikor eljön az a pont, hogy felforr az agyvized és nem érted, akkor azzal a gyermeki hittel, lehiggadva, lecsitulva, próbáld meg szívvel megérteni a dolgokat. Mert a szívedbe majd ki fog alakulni a további teendő is. És ezért, barátaim, azt látjuk, hogy ez az ember is sok mindent megértett, de valahogy az üdvösség dolgában nem volt jártas. Valahogy az volt benne ebbe a gazdag ifjúba, hogy ahogy szorgalmasan dolgozik, mert olvassuk róla, azért ad egy rövid jellemzést az Úr erről az emberről, sőt, még azt is olvassuk erről az emberről, hogy nem is idegenkedett tőle Jézus. Szóval ez is olyan jó, hogy azt mondta neki, hogy pár szó után mit mondott az ige? Megkedvelte. Tudjátok, azért az egy jó dolog, nem, hogy ilyen személyekkel, ilyen palikkal, mint a Jézus, úgy elkezdünk beszélgetni, és akkor Jézus azt mondja, hogy figyelj te, én kedvellek. Hát nézzétek meg, barátaim, akiket ma kedvelnek, a vezetők, azok pillanatok alatt gázszerelőkből milliómosok lesznek.
Hát jó dolog, ha kedvelnek valakit barátaim. Hát jó dolog a kedvelés. Jó dolog az, amikor kedvelnek, persze nem ezen a szinten, ahogy itt történik, de különösen, amikor Jézus mondja, hogy megkedvelte. Látod benne fantáziát, látod benne csodát, látta benne azt, ami nem azt látta, amit esetleg a többiek, tudjátok, Jézus azért jó, mert amikor ránk néző, más lát bennünk. Ezért nagyon fontos, hogy amikor egy emberre nézel, akkor ne az indulataid, ne az érzéseid alapján ítélj. Ezért ugye van az a nagyon szép mondás, hogy számolj el tízig, mielőtt valamit kimondanál, mert nem lehet tudni, hogy abban az emberben milyen értékek vannak. És azt mondja Jézus erről az emberről, hogy megkedvelte, és elkezdett vele beszélgetni. Nagyon nagy különbség van, tudjátok, hogy csak gondoljatok bele, majd Zakeusnál a jövő héttől megnézzük, Zakeus úgy, hogy nem jár teológiára, nem járt semmilyen akadémiára, valószínű, hogy gyülekezetbe se járt, hisz tudjátok a vámszedőket, különösen a fővámszedőket, szembeköpték, elkerülték. Ezen a jézusi bulin nem volt neki VIP helye, a VIP páholyba, csak a fa tetején kapott helyet. Egészen másképp ítélte meg az a kor a vámszedőt. És mégis ez a vámszedő mindenféle képzettség nélkül, amikor bemegy Jézus a házába, akkor tudjátok, nagyon megrázott engem, hogy ő egyből uramnak szólítja. A gazdag ifjú minek szólítja? Mesternek. Zakeusnál nem mondja Jézus, hogy aj, ne szólíts már uramnak, alázatos vagyok én. Szólíts Jézusnak, mint ahogy barátok között van. Hagyjad, ne uramozzál már, semmi. Szoktam figyelni mindig a keresztény doktorok, akik dolgoznak, megtanulják, ez nem Barnabásnak szól, de akik megtanulják, és tényleg vérüket adják azért, hogy doktori címet kapjanak. És mivel olvassák az igébe, hogy ne szólítsanak benneteket doktornak, akkor azt mondod neki, hogy doktor úr, hát mert komolyan veszi az igét. És azt mondja, de hogy is, hát az Isten kegyelméből van az egész. Doktor az ott van. És Jézus is így volt, hogy az uramot nem kérte ki magának. Nem mondta azt, hogy uram, ne mondj ilyet, Zakeus, ugyanis jaj, benézte, tehát honnét tudod, lehet, hogy átverlek, lehet, hogy csak elviszem a vagyonodat, lehet, hogy fölforgatom a házadat, hanem hagyta. Viszont jön ez a másik jó ember, ez azt mondja, hogy mester. Jézus aztra fölkapta a fejét, azt mondja, hey, honnét tudod, miért szólítasz engem mesternek? Miért gondolod, hogy én mester vagyok? Tudjátok, a két embernek a gondolkodásában, Jézushoz való közelítés szempontjából volt egy nagy különbség. Uramnak általában azt szólítjuk, ez a mai emancipált világban ugye olyan nehéz, olyan kevés feleségtől hallott, hogy azt mondja, hogy drága uram. Mert ugye ez úgy hangzik, mert ugye a kiskegyed már megírta, hogy ilyet nem mondjunk, mert egyszerűen ez már nem trendi, hogy uram. Mert hát én is vagyok valaki, és hát nem mondom azt, hogy uram. De az uramban az benne van, hogy drága férjem, én tisztellek, becsüllek, szeretlek, és tudd meg, figyelek rád. És ahová te mész, oda megyek én is. Ahol te megszállsz, megszállok én is. Az uram az azt jelenti, és ne keverjük össze a parancsolóval, az uram az azt jelenti, hogy tisztellek, és kész vagyok arra, hogy azt tegyem, amit te jónak látsz. A mester az valami egészen más. A mesterrel úgy vagyunk, hogy ő valamiben nagyon jó. Valamiben tökéletes. És mi nekünk igazándiból nem kell ő, mint a személy, mert az uramban, amikor azt mondja egy asszony a férjének, hogy uram, abban az is benne van, hogy tisztellek, szeretlek, meg az is benne van, hogy néha azért egy jó nagy bunkó vagy. Na, hát azért ez is benne van. De attól függetlenül, hogy az vagy, ezen én elegánsan és nagyvonalúan túllépek és átlépek, mert nem a te bunkóságot köt össze bennünket, hanem az, hogy én szeretlek. Azt, hogy én tisztellek. És tudom, hogy te ebből ki fogsz jönni, és holnap már Jordániából hozol nekem aranygyűrűt, olyan nehezet, hogy lehúzza az ujjamat. És utána ott turbékolsz, és mondod, hogy úgy szeretsz, hogy majd megeszel. A mesterben nincs. A mesterben az van, hogy el akarok sajátítani valamit tőle, el akarok venni valamit belőle, ami az én eszköztáromból még hiányzik. Régen az inasokat, tudjátok, az divat volt, hogyha valaki elvégzett egy szakmát. Ma sajnos ez már nem divat. Vagy meg is lesz ennek, testvérek, a böltje, mert szerelhetitek otthon a csapot meg a villanyt. Csak kapaszkodjatok meg a létrába. Mert elfogynak sajnos a szerelők, mert az elmúlt 20 évben mindenki egyetemre küldte a gyerekét. Mert ha mi proli munkások voltunk, akkor a gyerek tanuljon. Eljutottunk odáig, hogy nincsen
szakma. És ugye akkor ez úgy működött, hogy elküldték a szakmát végzetteket, tök mindegy milyen családból származtak, szegényből vagy gazdagból, elmentek messzi vidékre, beálltak a mester mellé. Abban az egy évben, amíg ott voltak a mester mellett, ők nem okoskodtak, nem dumáltak, nem beszéltek mellé, hanem figyelték a mestert, hogy hogyan szereli a villanyt. Figyelték, hogy a sárga madzagot a kékkel, villanyszerelőktől elérőre elnézést kérek, nem tudom, hogy mit jelent, de hogy a sárgát a kékkel, most a rövidített zárlatot csinálok, akkor elnézést, de a sárgát a kékkel összekötni, ezt tanulták, és ezt figyelték. És nem mondtak, nem kiabálták rá a mester, és amikor elsajátították, milyen céllal mentek oda, hogy ők is majd egyszer mesterek lehessenek. És tudjátok, Jézusból a látásban volt nagy különbség. És azért is ezzel a történettel kezdem, mert ez a gazdag ifjú, ez nem volt egy rossz srác. Figyeljetek, ez simán ott ülne egy karizmatikus gyülekezetbe az első sorba. Tisztelte az apját és az anyját. A jövedelméből megadott mindent. Még azt is, amit nem kellett volna. Becsületesen eljárt a zsinagógába. Imádkozott. Részt vett a böjtláncba. Részt vett az imaláncba, harcolt, küzdött, megkötözte az összes démont, azt is, aki még nem született meg jó előre, hogyha megszületik, már kötözött legyen. Mindenkit, mindent csinált, jó volt, az emberek szerették, ráadásul ez még két nagy segítsége is volt a sorstól. Az egyik az, olvasuk róla, hogy sok jószága volt. Lóvés volt. Tudjátok, a lóvé az minden korban tekintélyt parancsol. Az minden korban olyan, hogy ahogy szokták mondani, aki fizet, az pufázik. És ez az ember lóvés volt, de ez még volt neki egy nagyobb dolga. Azt is mondja róla a Biblia, hogy tekintélyes személy volt azon a helyen, ahol élt. Hatalmasságban lévő személy volt. És tudjátok, a szívbéli hozzáállás a Zakeus és az ifjú között idáig rendben volt. Ha megnézitek a történetet, Zakeus is egy jólétben élő, fővámszedő. Most a jólétét ne emlegessük, ugye miért tartottak a rómaiak zsidó fővámszedőket. Azért tartottak, barátaim, mert biztosak voltak benne, hogy beszedik a lét. Miért? Mert ő egyrészt saját magának beszedte, és akkor szedte a rómaiaknak is. És hogy szedte be? Hát olvassuk majd jövő héttől a Zakeusnak a történetében, hogy van, akitől úgy vett el, hogy becsapta. Hogy csapta be? Hát lehet, hogy megzsarolta, megfenyegette, azt mondta neki, figyelj, ha ezt befizeted, akkor holnaptól nem kapsz adóellenőrzést, soha többet, egész életen át, de ha nem fizeted be, hetente kapsz adóellenőrzést. És akkor ugye egy jó felfögött, korumpálható ember mit mond? Hát ez a fővámszedő, ez csak tudja, hogy mit mond. Nekem megér 1000 sékelt, 10 talentumot, hogy soha többet ne jöjjön hozzám az adóhivatal. Vannak ilyen szélhámosok ma is? Ó, barátaim, imádkozz, hogy ne találkozz velük. És hasonló háttérből jönnek, hasonló dolgokon mennek keresztül, mégis az egyik egy pillanat alatt uramnak szólítja, a másik meg marad a mesternél. Tudjátok, ennek az ifjúnak a legnagyobb baja az volt, hogy végignézte az életét. És azt mondta, hogy mindenható Isten, mindent megadtál nekem. Gyönyörű szép családban nőttem fel, ifjúságomtól fogva, járok hittanra, biztosítva van a családnak a jövője, az asszony már most tudom, hogy ki az, nem tudjuk, hogy volt-e neki, vagy nem volt. Mindent látott. A gyerekeim megélhetése tökéletes, a hatalom a városban tökéletes, megjár nekem, és valószínű, ha így haladunk tovább, meg is fog maradni. De valahogy a sorból, a gyűjteményemből hiányzik valami. Hát, az örök élet. Mert ezt az egészet úgy lehetne megkoronázni, hogyha az örök életet is berakhatnám a vitrínbe. Tudjátok, mindenkinek van valami vitrínje. Ha sportoltál, akkor van egy vitríned. Ha nagyon hősportoló voltál, akkor a vitrínben már nem félnek el az érmeid, akkor a dobozba férnek el az érmeid. Mindenkinek van egy vitrine. Egy olyan vitrine, amit bátran mutogat és bátran kirak. Mert azt mondod, hogy erre büszke vagyok az életembe. És ennek a fiúnak a vitrinében olyan dolgok voltak, csak olyan dolgok voltak,
amik földiek voltak. És azt gondolta a mennyel az örök élettel kapcsolatos látásában, hogy az örök élet azért kell neki, hogy stabil legyen az anyagi élete, stabil legyen a család, minden olyan stabil legyen. És úgy gondolta, hogy ezt az örök életet is oda a legfelső polcra, amit már alig ér el, oda ezt be kéne dobni, ezt az örök életet, ebbe a vitrínbe. Olyan jó mutatna a sorba. Zákeusnak nem volt nagy vitrínje. Zákeus nem nyerte meg a mezei futóversenyt, Zákeus az utolsó volt a tornasorba. Egyetlen egy dolga volt, amiben látta a megkapaszkodás lehetőségét, a simli. Azt mondja, hogy simliből meggazdagodok, és akkor talán majd befogadnak az emberek. Talán majd szeretni fognak. Talán majd megalakíthatjuk a Zákeus házi csoportot. Talán majd jó leszek, majd elfogadott leszek az emberek számára. És Zákeusnál azt lehet látni, hogy egy pillanat alatt, mivel üres volt a vitrínje, egy pillanat alatt engedte az Istennek, hogy arra a vitrínre ő pakoljon, amit jónak lát. Tudjátok, nem véletlenül mondja a Biblia, hogy hogy megyünk az Isten elé. Az Isten elé lehet menni úgy, hogy tele van a kezed, és lehet menni úgy, hogy üres a kezed. Lehet menni úgy az Isten elé, hogy tele van a lelked mindennel, és lehet menni úgy az Isten elé, hogy üres vagy. A Biblia azt mondja, hogy ha tényleg az Isten elé akarunk járulni, akkor meg kell üresítenünk magunkat. El kell engedni a teológiánkat, el kell engedni az elképzeléseinket, el kell engedni a vágyainkat és az álmainkat. Miért? Azért, hogy rá tudjon bennünket helyezni Isten az útra. Fiam nagyon szereti nézni a vonatokat, ahogy mennek. És mindig azt kérdezi tőlem, hogy hogyan kanyarodik. És látom itt a Gyuszi, majd légy szíves, magyarázd de neki, mert én úgyse tudom elmagyarázni, hogy ez nem kanyarodik sehogy. De azt kérdezi, hogy hogyan kanyarodik. Mert ő neki az a kérdése, és azt nem tudja elképzelni, hogy megy a vonat, és egyszer csak hirtelen elkanyarodik 90 fokban balra vagy jobbra. És mondom neki, hogy ilyet nem csinál, mert az, amin megy, az teljesen egyenes. Az egy fix út. Arról, ha letér a vonat, arról a fix útról, ugye mi ezt úgy hívjuk otthon, hogy akkor buma van. A buma az azt jelenti, hogy buma, úgy, ahogy érted. Katasztrófa. Csörömpölés, dörgés, buma. És ugye, ha letér, akkor azt látod, hogy nem tud letérni, mert ugye olyan pályákat helyeztek el rá, hogy annak a mozdonynak és a mozdonyvezetőnek sincs semmilyen más feladata. Sőt, ha jó az a pálya, amit elhelyeztek rá, akkor a mozdonyvezetőnek, de majd Gyuszit kérdezitek meg, ő el fogja nektek mondani, akkor nagyon könnyű dolga van. Mert akkor csak arra figyel, hogy ott a fordulatszám, én nem értek hozzá, csak most okoskodok, de arra figyel, hogy ott minden rendben legyen. Áram jöjjön, stb. És mennek. És arra figyel, hogy nehogy valaki ráugorjon a sínre. Mert ha ráugrik, akkor tud neki dudálni vagy fékezni. De igazándiból a sínt arrébb rakni, a sínt megfordítani 45 fokba nem tudja miért, mert az az út. Nincs olyan, hogy a testvérünk már megunta a Pécs és a Budapest közötti vágányt, és akkor ő elugrik, más irányba megy. Leugrik Vajszlónak, aztán onnan elmegy, déli határvidék, kicsit erre-arra, és akkor másfelé megy, mert már unja az utat. Hát látta ezerszer. Nem tudod unni az utat, mert az a kötött pálya, az megy föl Pestre. És ugyanígy van, tudjátok ez, hogy az embernek azért kell föladnia, és azért kell kiürésíteni magát, mert Isten, Jézus Krisztus úgy kezdődik, úgy nevezi saját magát, hogy én vagyok az út. Ő az út. Ha ő az út, akkor az azt jelenti, hogy ő az út, ahogy mondja. Az azt jelenti, hogy te akkor jársz az úton, ha nézed, hogy az út mit csinál. Ugye vezetés közben is ma már olyan világot élünk, hogy nem is annyira magadra kell figyelni, hanem az utat kell nézni, hogy a másik mit csinál. Mert ma már úgy vezetnek az emberek, hogy ha igazán azt akarod tudni, hogy megteremted-e a békességnek, a béketűrésnek a gyümölcsét, akkor kérlek, hogy autózz. Körforgalmakba menj bele, sebességkorlátozásoknál figyeljél, autópályán menjél, mert ha autózol, ott pillanatok alatt rájössz. Én pillanatok alatt megszoktam szégyenülni saját magam előtt, mert ahogy beérek az első kereszteződésbe, mindjárt valami egészen más szellem tör föl belőlem, és valami egészen más ötleteim vannak az ügyek rendezésére, de semmiképpen nem az, hogy imádkozzak értük. Szeretnék kézrátétellel szolgálni ebben a helyzetben, de nem úgy, ahogy azt az elődeink tanítják, hanem úgy, ahogy azt én úgy ösztönösen tudom. És ott rájössz arra, hogy megteremted. Tudjátok, ezért kell néha emberek közé is menni. Mert már otthon olyan nagyon szentek vagyunk, de abban a pillanatban, hogy beépünk az emberek közé, és azt mondod, hogy akárki jön veled szembe, azt mondod, hogy jaj, ez hogy néz ki, jaj, ez hogy öltözött, hú, ezt mindig is utáltam, jaj, ez még mindig él. Szóval, ha valami mindig ilyen jön föl belőled,
és utána pedig azt mondod, hogy mennyei atyám, úgy szeretlek téged, akkor aki ezt látja, ezt a helyzetet, az azt mondja, hogy te vagy a világ legnagyobb kamusa. Mert nem tudod úgy az Istent szeretni, mert akkor az Istennel kapcsolatban is úgy vagy, hogy ezt most miért adtad, nem is ezt kértem, különben is ezt miért nem egy héttel előtte adtad, már rég lejárt a határidő, amit adtam neked, különben is ez a pénz már régóta hiányzott, most már kend a hajadra, nekem nem kell, adod a másnak, és valahogy így vagyunk mi mostanában az Istennel. És ez a fiú is úgy volt vele, azt mondja, hogy minden megvan, igazándiból nem tudnak rajtam kifogni a zsinagógába, sehol nem tudnak rajtam kifogni, elmegyek én ez a Jézushoz, becsókolok neki egy nagyot, és megmondom, hogy Mester, arany szívem, jöttem, én vagyok a gazdag ifjú. Mesélj nekem. Egy nagy kérdésem lenne. Hogyan lehet örök életet szerezni? Mit várt a fiú? Hát, hogy Jézus elmondja, hogy 10 lépés előre, Mária gyűdnél balra, ott föl a dombon, 2 puszi, le, és tudta nagyon jól, hogy ha valami ilyet tesz, mert ő a cselekedetekbe. Jó volt, gyerekek, hát jó volt. Az ökrök fialtak, a birkák fialtak. Keze alatt virágzottak a dolgok. Család egybe volt. Halleluja! Volt! Lelkiismeret, könnyítés? Volt! Minden héten. De valahogy hiányzott az üdvösség. És várta tőle, hogy mondja, hogy Jézus majd elmondja neki a receptet. Tudjátok, hogy a cvakkéktől is várták a receptet, a pikkéktől is várták a receptet. De ezek nem mondtak. Coca-Coláéktől is várták a receptet. Nem mondtak. És akkor mi buharálunk otthon házi pikszalámit, házi kólát, mi van még? Házi cvakkot, ilyeneket. De ez nem ugyanaz, barátaim. Miért? Hát mert a receptet, ha nem tudod. Jézus azt mondja, hogy figyelj, barátom, kedvellek, jó srác vagy. Tudjátok, én nagyon örülnék, ha ma ott tartanánk már, úgy unblock, magamat is beleértem ebbe, hogy legalább nap mint nap azt foglalkoztatna bennünket, hogy hogyan lehet örök életet nyerni? Még egy kicsit nem tartunk itt, mert nap mint nap valami más foglalkoztat bennünket. Tudjátok, egy olyan világot élünk, rég felejtsük már el, hogy szabadság van, hisz hát megmondják neked, beosztják a te idődet. Rég te nem osztod be az idődet. Beosztja a munkahelyed, beosztja a családod, beosztja. Ezért miért kedvelik a férfiak annyira azt a 2 négyzetméteres WC-t? Barátaim, azért, mert ott senki nem osztja be az időt. És mikor ideges egy férfi? Amikor ráverik az ajtót, hogy gyere már ki! És akkor mondod, hogy emberek, még szoktuk mondani, még itt se hagyjátok az embert nyugodtan. Itt békességben, nyugalomban. Hogy ott legalább. Ugye a megtérésünk előtt ott voltak az újságok, mindenféle, kinek a Népszava, kinek a Cicamica magazin, hát ahogy sikerült. De ugye ebből megtértünk, most már csak semmire nem vágyunk, csak nyugalomra. És hát az ember elvonul, csendben. Tudjátok, hogy vágyik az ember erre a békességre, és vágyik az ember erre a nyugalomra. És ez a fiú, mikor odamegy, el akarja árultatni Jézussal ezt a titkot. És Jézus valami teljesen profán dolgot mond neki. Azt mondja, hogy figyelj, fiú, itt a recept. Cakkék nem mondták el, én elmondom. Egyszerűen annyi a recept, szabadulj meg attól, amit jobban szeretsz az örök élet. Most ne csak pénzbe gondolkodjatok. Szabadulj meg attól, amit jobban kedvelsz, jobban kívánsz, és mindent odaadsz érte. Ha attól megszabadulsz, akkor automatikusan pályán vagy. Nincs további B-verzió, C-verzió, még 2 lépés, 5 lépés az üdvösséghez. Úgy imádom ezeket a könyveket. Olyan jól égnek a kazánba, amikor begyújtasz velük, pillanatok alatt meglobban tőle minden. 6 lépés, tudjátok, ez mindig is kassza siker. 1 millió példány, mert eladod dollárjával, az 1 millió dollár. Már megérte annak, aki így gondolkodott benne. Annak a szerencsétlen, aki meg elolvasta, hogy 5 lépés az üdvösséghez, első lépés, ne hagyd otthon a tizedet. Hú, emberek, tényleg, otthon hagytam, vége az üdvösségemnek. Aztán persze nem. Második lépés, ne gondolkodj, ne találgass, majd megmondják neked, hogy mit kell csinálni. Különben is, ördögfattya, úgyse tudod, hogy mit kell csinálni. Harmadik lépés. És akkor ez így megy, és akkor te próbálkozol vele évtizedeken keresztül, és látod, hogy nem jön.
Ezért Jézus nem adott egy lépésre, azt mondja, barátom, én kedvellek, csiplek, jó srác vagy. Szóval idáig eljutottál, hogy érdekel az üdvösség. Tudjátok, olyan jó lenne ma azért erről beszélgetni, olyan jó lenne. Sokszor el szoktam mondani, hogy így buzdításként Isten tisztelet elején is, ahogy így néztek rám, azt mondom, hogy testvérek, közeledünk az üdvösséghez. Na hát ez van. Ennyi. Körülbelül. Azt mondja, hogy üdvösség, Istenem, ha nekem ez lenne a legnagyobb gondom, az üdvösség. Tudod, hogy mi az a devizahitel? Te, agyament pásztor, te, üdvösség, édes Istenem. Kiszúrták a kocsim kerekét, a gyerek házasodik, bikalon akar, ez legalább 4 millió, üdvösség, Istenem, hogy jut ez neked eszedbe? És akkor így vagyunk az üdvösség. Az üdvösség úgy bekerült valahová a sorba, és ennek a fiúnak is úgy bekerült valahová a sorba az üdvösség, csak annyi mindene megvolt már, értitek? Ő is elhitte a jóléti evangéliumot, és mit ad Isten, működött neki? Egy darabig. Megszólalt a lelkiismeret, és azt mondja, hogy de kéne nekem ebbe a kollekcióba az örök élet is. A Shell nem olyan régi ilyen Ferrarikat lehetett kapni, hogyha tankoltál. Ezek ilyen 200 forintos kis szírszarkocsik voltak. Barátaim, úgy tankoltunk, mert eldöntöttük, hogy a kollekció meg kell, hogy legyen 1-től 7-ig. És már csak a zöld Ferrari hiányzott, a zöld. És akkor úgy tankoltunk, mert 25 literenként volt egy pont, hogy aki ott járt a benzink után, gyertek, tankoljatok. De csak 25 litert, mert kellett, gyűjtöttük a pontokat. Miért? Mert a kollekciót meg akartuk szerezni. És nagyon sokszor így vagyunk az Istennel is, hogy pipa, ugye nagyon fontos a sorrend. Majd meglátjátok, Zákeusnál és a gazdag ifjúnál más volt a sorrend. Zákeus nem vacillált a sorrenden, nem ő akarta összeállítani, nem azt mondta Jézusnak, hogy figyelj Jézus, jó, hogy eljöttél a házba, itt van 10 000 dollár, mondom a sorrendet. Miért imádkozz? Neked úgyis jó kapcsolatod van az öreggel ott fönt, csörögjél már fő neki. Kéne itt intézkedni. Nem állok jól a városba. Nem szeretnek. Kevés az adó. Bűnös zsidók, ezek nem akarnak már fizetni. Segíts már! Csörögjél le, valamit csinálj már velük! Hát valamit intézzünk! Nem, Zákeus nem érdekelte! Zákeus nem érdekelte a szégyenérzet! Ha megnézitek, barátaim, ország világ előtt még ma is olvassuk a bűnvallását! Ha ott lett volna a helyi rendőrfőnök, mit mond? Bocsáss meg! Megkárosítottam másokat! Loptam másoktól! Tette nyilvános! Mert semmi nem érdekelte! Miért? Hát azért, mert rájött arra, hogy amire a gazdag ifjú nem jött rá, hogy az, amit ő egy ilyen részletkérdésnek tart, az gyakorlatilag az életében a legfontosabb dolog. És beállította a sor végére. És ifjú létére eljött az idő, hogy kell neki. Kell neki az üdvösség. És Jézus, amikor beszélt vele, ugye elmondta az érdemeit, tudjátok, mindig, amikor üdvösséget szeretnénk, az olyan rossz dolog, hogy azzal kezdjük, hogy de hát, kisdobos koromban én voltam az első, aki kívülről tudtam a 6 pontot. Úttörő koromban én tudtam a 12 pontot is. Úgy szerettem nézni azt a filmet, a Robbie Williams játszott benne a Patch Adams nevű filmet. Ott volt egy olyan jelenet benne, hogy bekerül ez az egyszerű ember a hatalmas nagy egyetemre, tele okoskákkal. És mindenki mondja, hogy ő megnyerte ezt a matematika versenyt, azt a biológia versenyt, ő már 3 éves korában, itt a 4 hegedűn játszott egyszerre, és a lábaival közben zongorázott, stb. És akkor odáll az egyszerű ember, azt mondja, én meg óvodás koromban kaptam egy nyuszit egy szép rajzomra. És akkor mindenki nézre, hogy Istenem, ki ez? Hogy került ez ide bele az elitbe? Egy nyuszis matricával is bele lehet kerülni az elitbe. Mikor mi nemzetközi versenyeket nyerünk, ez meg jön a kis nyuszis matricájával, és ugyanarra az egyetemre jár. És tudjátok, egy jó mondattal, egy jó sorrenddel, ha felállítod az életedbe, bele lehet kerülni az elitbe. És én most az elit alatt a mennyet értem. Csak jónak kell lennie a sorrendnek. Csak tudjátok, az egyházból is ma az sugárzik, hogy jó, megvár bennetek az Isten, először építsük fel a gyülekezeti házat. Na, azt fölépítettük? Jó, már mindjárt jön az Isten, de most vegyünk új székeket, mert ez piros. És most szólt az Isten, hogy
Zöldön van a kenet. A zöld széken. Akkor veszünk zöld székeket. De utána a zöld székekre kéne korona. Nagy korona. Aztán székszuknya. Aztán masni. De ez nem jó, ez snassz ez a masni sejemből. Ez valami másból legyen. Valami olyan anyagból, ami nincs másnak. És akkor megyünk előre, de majd ráér, majd beszélünk az örök életről is. Ne aggódjatok, hát most mit toljátok magatokat össze? Hát most nem fontosabb, testvérek, hogy lássa a világ? Hogy hallja a világ? A Yamaha hangfalból? Hogy szól a halleluja? A locskos büdös pogányok? Hadd hallják meg! Nem mehetünk oda valami ócska hifi toronnyal. Testvérek, van nektek lelki ismeretetek? Az Isten se hallja meg a dicséreteteket, ha nem jó hangfal. Süket már, ha több ezer éves. Ti meg ilyen ócska vacakkal. És megyünk, barátom, és minden ezt sugallja. Jaj, majd a hiteden, majd látjuk már, hogy jó keresztény vagy. Majd, ha már áldott vagy. Mentem egyszer egy helyre, egy Renault Megánnal, vért kellett adjak, hogy beengedjenek. Aztán mentem egyszer egy Chryslerre, még be se fordultam az utcába, már nyílottak a sorompók. És az emberek azt mondták, hogy köszöntünk téged. Lettem volna tenorista is. Tenorista. Vagy migráns, vagy van akadt terelő juhász, de akkor beengedtek. Miért? Mert azt mondjuk, hogy az áldás az úgy működik, hogy megcsinálunk mindent, és akkor amikor már minden látszik, gyerekek, na akkor majd az örök élet meg behullik az ölünkbe. És ez az a helyzet, hogy ez a történet pont az ellenkezőjét mondja. Az a helyzet, hogy azt látjuk, hogy ez a fiú el volt foglalva mindennel, és annyira el volt foglalva mindennel, hogy amikor az örök életnek be kellett, hogy hújon volna az ő elképzelései szerint az ölébe, akkor ez bizony kifogott rajta. Tudjátok, az add el a vagyonodat, a vagyon szó az itt nem azt jelentette, hogy ő most valami teljesen béna módon egyszerűen lecsövesíti magát. Hanem azt jelenti az eredetiben a vagyon szó, hogy azt attól szabadulj meg, ami a hatalmában tart. Testvérek, ma hatalmában tarthat a pénz. Sajnos ez az első helyen van a mai világban, és a mai egyházban is. A pénz, ez egy nagyon nagy hatalmi tényező. Hatalmába tarthat egy teológia is. Hatalmába tarthat. Nézzétek meg, csak gondoljatok, és jó szívvel gondoljatok katolikus pap és plébános atyánk fiaira. Szerintetek jól esik nekik, hogy nem ül mellettük egy szép asszony? Nincs feleségük, aki jó gyerekeket szülne neki? Aki átéreznék ezt az ölömet, és mindegyik azt mondja, hogy neki így jó, ahogy van? Micsoda, ez egy teológia, amit valaki valamikor kitalált, és különben ezt a teológiától megszabadulnának, kevesebb gyerek esne áldozatul. Kevesebb lenne az aberráció. Mert jobb házasságban élni, mint égni. Ez jobb dolog. Hatalmába tarthat egy személy is, egy ember, aki kitalál egy ideológiát, és ő neki az működik, attól vagy te hívő, hogy az ő ideológiát szolgálod. Gondoljatok csak olyan felekezetekre, vagy olyan közösségekre, ahol a Bibliából vagy elvettek, vagy hozzátettek. Mormon barátainknál ugye a Mormon könyve jóval nagyobb tekintéllyel bír, mint a Mózes könyve, Pál levelei. Miért? Hát azért, mert ők ezt tették a központi helyre. És ezért ez a fiú ott hibázott egy nagyon nagyot, amire én felhívom a figyelmünket mindannyiunknak, hogy ez nem csak egy történet, hanem ez egy komoly figyelmeztetés is mindannyiunk számára. Mert tudjátok, az a megdöbbentő, hogy ez a fiú találkozott Jézussal. Ez a fiú nem hogy találkozott Jézussal, hanem ezt a fiút kedvelte Jézus. Kedvelte. Azt mondta neki, barátaim, a fél kezemet odaadnám érte, ha Jézus
egyszer fölébresztene álmomból, és azt mondaná, hogy Zoli, kedvellek. De nem úgy, nem olyan álomból, tudjátok, ilyen bezabálós este után valamilyen félkamú álom, hanem az igazi, mennyei. Tehát az, hogy tényleg ott van, és azt mondja, hogy Zoli, kedvellek. És kézzétek el másnap, hát másnap mindjárt komolyan venném azt az igét, hogy nem fog a varázslás Jákobon meg a jövendőmondás. Hát kit érdekelne, hogy ki mit mond, amikor nekem este azt mondta Jézus, hogy kedvellek. Hát mondhatnák nekem, hogy én ilyen, meg olyan, meg amolyan vagyok. Miért esszük meg sokszor ezt a dumát, hogy ilyenek, meg olyanok, meg amolyanok vagyunk? Azért, mert még nem hallottuk, hogy azt mondta Jézus, hogy kedvel. Vagy nem figyeltünk oda. És ez a fiú találkozott Jézussal, és nézzétek meg, hogy a találkozása az úgy sikerült, hogy nem ismerte fel igazándiból, hogy kivel találkozik. Mit mondott neki Jézus? Add el mindenedet, és utána nem hagyta úgy, hogy eladtad mindenedet, vonulj be egy kolostorba, aztán éjsz, amíg meg nem halsz. Utána mondott neki még egy mondatot. Gyere velem, gyere, vedd fel a keresztet, és gyere velünk, menjünk együtt. Jézus mit ajánlott neki? Ki az örök élet? Jézus nem tudott jobbat ajánlani, mint saját magát. Azt mondta, hát figyelj, ember, én vagyok az örök élet. Nem a pásztorod, nem a gyülekezeted, nem a vagyonod, hanem én vagyok az örök élet. Gyere, kövess engem. És a legnagyobb tragédia, ami végig söpör ma az egész egyházon, hogy emberek ezrei, százezrei, milliói találkoztak Jézussal. Én ezt senkitől nem vitatom el. Pontosan látom a mestert, az uramat, akkor én is így hovom, hogy ne tévedjek. Látom az uramat, aki azt mondta még erre a fiúra is, akit mi lehet, hogy többet ezután a történet után be se engednénk a gyülekezetbe, de azt mondta Jézus, hogy kedveli. Nem rázta le, amikor rohant oda. Tudjátok, rohant oda, lekésett az Isten tiszteletről, lekésett az üzenetről, és lehet, hogy rendszeresen lekésett. És rohant oda, akkor nem azt mondta neki, hogy már nincs időm. Megyek a protokollba. Kiül a kacsam el. Hanem egyszerűen megvárta, ott ült, és elkezdett vele beszélgetni. És nézzétek meg, ami a megrázó ebbe a történetbe, hogy lehet úgy Jézussal találkozni, hogy utána nem történik változás. Amire én felhívom mindannyiunknak, először magamnak figyelmét, hogy ne elégítsen meg az, hogy találkoztál Jézussal. Annyi ilyen lózungot hallottam, hogy láttam Jézust. Tudjátok, ha olyan helyen akartok lenni, ahol sokat látják Jézust, gyertek velem egyszer ki Ukrajnába, a roma testvéreinkhez. Ott egy hét alatt legalább 40 ezeren látják Jézust. Itt vannak a fiúk, tudják nagyon jól. Ott olyan álmok vannak, barátaim, hogy le a kalappal. Csak utána, amikor megnézed az életét, akkor úgy vagy vele, hogy te biztos, hogy Jézust láttad? De biztos? Mert valahogy most vagy kamu Jézust láttál, vagy téged nagyon félrevezettek. Mert ha Jézust láttad, tudjátok, ez a másik, hogy 23 perc a pokolba, meg 40 óra a mennybe, ezeket is szeretem, ezeket a könyveket. Ezeket az öt lépés után dobnám rá. Azért dobnám rá, elmondom miért. Mert ha jön egy ember és azt mondja, hogy figyeljetek, én fönn voltam a mennybe. Ott voltam a mennybe. Jézus leült velem szembe, kocintottunk, igazi kármelhegyi vörössel, édes volt, finom volt, kóser, libacom, stb. De elmondja a részleteket is, mert az fontos, mindegy. Tudjátok, ez az időszak, amikor már valaki, aki így mesél, mondod neki a lényeget, mond már, most kit érdekel, hogy mit tette Jézussal. Mit mondott? Testvérek, elaludtam, azt már nem hallottam. De ott voltam. És titeket ne az érdekeljen, hogy mit mondott, hanem, hogy ott voltam. És ebből elégedjetek meg. De higgyétek el, hogy aki beáll szemtől szembe Jézussal, az eleve úgy kezdődik, hogy nem úgy kezdődik, én voltam a mennyben. Én láttam. Üljetek körém, mindjárt alapítunk egy gyülekezetet, mennyben jártam egyedül gyülekezet, és akkor ti meg figyeljetek, és mondom az itinert. Balra kettő, jobbra kettő, előre, hátra. Ha nem azt mondja, én azt gondolom, hogy aki a mennyben jár, annak utána nem kell mondania, hogy a mennyben járt. Szerintem még le se kell írnia. Ha az a mennyben járt, akkor mikor te találkozol vele, hogy ő a mennyben járt, akkor te neked utána semmi kérdésed nincsen ővel a kapcsolatban, hogy ő a mennyben járt. Nem kell ezt igazolni, nem kell róla, nem az van, hogy de né, nem hiszitek el. Itt van az üzenőfüzetem, Jézus aláírta, most ne szívozzatok már velem,
most mit tudunk, még adott piros pontot is, nyuszis matricát is, nem tudunk más csinálni. Itt van egy szál a hajából, látjátok, fehér, hopp, kigyulladt, tűzláng, tehát gyönyörű. Nem. Nem kell neked ezt elemezni, magyarázni, analizálni. Ha járt a mennyben, akkor azt te, ahogy beér a jelenlétedbe, de azt abban a pillanatban tudod. Honnan tudod? Nem onnan, hogy ő meggyőzt téged erről, hanem onnan tudod, hogy egyszerűen a lényéből ez árad. Például az ilyen ember, aki járt a mennyben, az nem azt mondja, hogy bűnös, elfajzott nemzetség, meddig leszek veletek? Az a nagy szerencsétek, hogy én még élek. Már mind elpusztultatok volna. De amíg én élek, addig éltek ti is. Hanem abból a lényéből sugárzik. Aki pedig a pokolba járt, szerintem az automatikusan jegyvásárlás az evangélista ajándék megszerzésére. Mert aki látta azt, hogy mi az életnek a következménye, ha nem jó, ha elszúrjuk, azután egy percig nem hagy magának nyugtot. Én az összes evangélistát elküldeném a pokolra. Most jó értelemben, tudom, hogy ez... Aki csak majd ezt a mondatot veszi ki a prédikát, majd jövő héten írnak az evangélisták, hogy azokat is elküldte. Elhát, mindegyiket elküldeném a pokolra jó másfél-két hétre, emberi idő szerint. Úgy, ahogy a bírókat elküldeném egy fél évre börtönbe, hogy amikor kimondja, hogy 5 év, 6 év, hát akkor egy fél évet legalább ráncson be bent. Egye a helyi menüt, élvezze a társaságot, és akkor mindjárt másképp fogja kimondani. Mert ezek hivatások, ezeket nem lehet csak úgy kimondani. Ezeket nem lehet csak pénzért csinálni, csak úgy csinálni. Mint ahogy az orvosok Ukrajnába, hogy benyomja az infúziót, mert majdnem meghalsz, csak közben elfelejti meg, hogy van pénzed? Ja, nincsen pénzed? Cigány vagy? Akkor kihúzza! Ennyi volt. Ingyen ennyi járt. 1 milliliter. Még 10 percet élsz. Vagy szerzel pénzt. És mit csinál szegény? Fölhívja az első uzsorást, hogy adjon pénzt. Az egy másik rohadék, hogy az Úr áldja meg eleven szénnel őket. Az meg ad akkor 200-300%-os kamatra. Miért? Mert kiszolgáltatott helyzetben vagy. És akkor visszateszik az infúziót. Szép hivatások, nem? Biztos, hogy nagy hivatások ezek. És ezért, barátaim, ma a legnagyobb veszély az, hogy azt mondják, hogy itt van Jézus, amit mondott Pál, itt van, ott van, amott van, emitt van, értsétek meg, lehet, hogy ott van, de barátaim, az a baj, hogy lehet úgy találkozni Jézussal, hogy igazándiból nem ismered fel. És lehet úgy találkozni Jézussal, hogy tulajdonképpen megy ugyanabba a mederbe tovább az életed. Csak hozzájött egy kelléknek. És ami miatt a szívem szakad meg a karizmatikus mozgalomért, az pontosan ez. Soha senki ebben a történelemben nem kapott annyit, akkora lehetőséget az Istentől, mint a világon lévő olyan gyülekezetek, ahol tényleg valóságosan az Isten megváltoztatta emberek életét valamikor. Tényleg valóságosan kifordított Isten bennünket, mint a belső zsebet. És tudjátok, ezek a mozgalmak, ezt a lényeget, a Jézussal, Krisztussal való személyes és valóságos találkozást felváltották apró pénzre, hogy a vitrínbe minél több mindent ki lehessen tenni. Vannak konferenciák, és tudjátok, a konferenciáknak az első 3-4 órája azzal szól, hogy ki ahonnan jött, milyen csodálatos ember. Jézus addig ül a széken, a kispadon, vár. Hát majd egyszer szólnak neki, ő neki is. De már egy olyan szolgálati időszak van, hogy nincs szükség Jézusra. Jézusra csak mint mesterre van szükség. Csak azért van rá szükség, mert beteg vagyok, csak azért van rá szükség, mert szegény vagyok, csak azért van rá szükség, mert hiányom van, csak azért van rá, és megmondjuk, ki miért szólítja mesternek. De úgy általában, mint Zakeusnak volt vesztenivalója. Testvérek, nem olvassuk tovább a történetet, de abban biztosak lehettek, hogy másnaptól Zakeus munkanélküli volt. Abba biztosak lehettek, hogy az az egzisztencia, ami volt neki, mivel visszaadta, szétosztotta, van akinek a 4-szeresét adta vissza, akit mélyen lenyúlt. Tudjátok, az anyagi visszaélésekben mindig ez a nehéz. Abban nem elég csak megtérni, francba bele, azt vissza is kell adni. Mert akinek tartozol 1 millió forintot, és odamész hozzá, hogy testvérem, megtértem, az Úr áldjon meg, köszönöm azt az 1 millió forintot, olyan rendes vagy, hogy odattad, áldjon meg az Úr. Csak azt mondja, hogy hát téged is áldjon meg.
Például azzal, hogy gyorsan hoz vissza azt az 1 milliót, ha már így megáldott, akkor szaladj már vissza vele. És ma ott tartunk, hogy ma mesterre van szükségünk. Ma nem megváltóra van szükségünk, nem örök életre van szükségünk, hanem egy mesterre, aki lekoordinálja az életet. És tudjátok, ez a megrázó, hogy senkivel nem vitatkozom azon, hogy Jézus találkozott-e vele, vagy nem. Ezt senkivel nem vitatkozom. Azzal viszont már vitatkozom, hogy a Jézussal való találkozásból nem azt vették ki, hogy Uram, leborulok előtted, és legyen úgy, ahogy te akarod. Hanem azt vették ki, hogy tök jó. Hát ez nagyon jó. Ezt is megcsinálja. És még ezt is megcsinálja. A baj ott kezdődik, amikor a mester gondol egyet, és azt mondja, hogy most már ne szólítsatok engem mesternek. Most engem azok érdekelnek, akik Uramnak akarnak engem szólítani. Én most azokat kezdem el keresni, akik nem a mestert akarják belőlem kicsikarni és kisfacsarni, hanem akik azt mondják, hogy én Uram, én megváltom. Szólj egy szót, Uram, hallja a te szolgád. Olyan szépek ezek a mondatok. Ez a fiú is elmondta. Uram, ide jöttem hozzád, nem is ő, nem Uramat mondott, bocsánat, mesterem, ide jöttem hozzád, szólj egy szót, hallja a te szolgád. És azt mondja a mester, szólok. Követni úgy tudsz. Úgy tudsz a sineken járni, úgy tudsz a sinek között menni a keskeny úton, hogyha föladod, hogy engem csak beillesztesz a sorba. Tudjátok, ma az Isten tisztelet is egyáltalán úgy hiányzik, hogy az ima alkalmakban, az Isten tiszteleteken, a tanításokon, egyáltalán bármikor, amikor összejövünk. Hogy ez úgy benne legyen, értitek? Hogy nem a számítson, hogy most kinek milyen van, hogyan van, hanem hogy úgy benne legyen, hogy minket most az Urunk érdekel. Nem az, hogy mit fog adni, nem az, hogy mit fog csinálni. Tudjátok, egy Isten tiszteletre is annyi gondolattal érkezünk. Van, aki azzal a gondolattal érkezik, hogy hát, ha ma megházasodok. Van, aki azzal, hogy hát, ha ma kihúzom a lottó ötöst. Menjél, atyám. Csak 4-et mondjál meg az 5 számból. Az 5-et már megmondja az endori halott idéző, de te 4-et mondj meg te. De 4-et. Légy szíves. És sorolhatnám tovább. Hogy nem azzal, hogy majd, ha ezt megadja az Úr, elmegyek, majd megpróbálom az Istent. De ha újra nem történik az, amit én szerettem volna, akkor én lemondok az Istenről. Hanem, hogy azzal jöjjünk, mint ahogy Zakeus, aki, értsétek meg, másnap kirúgták. Ilyen fővámszedő nem lehet. Aki elismeri, hogy lopnak. El tudod képzelni azt, hogy ki áll? A NAV elnöke? A Magyar Egyen, mert ugye ma már azt nézi mindenki, hogy áldassék a keze, aki ezt megcsinálta. És azt mondja a Magyar Egyen, hogy testvérek, loptunk éjjel-nappal, hogy mondta a srác. Hazudtunk éjjel-nappal. Értitek, szitták azt az embert, el is ásták, de ha valaki ebben az országban igazat mondott, barátaim, annak volt egy jó 4 perce. 4 percig szabad volt. Azt nem úgy kellett volna, azt úgy kellett volna, hogy testvérek, és most, hogy loptunk éjjel és nappal, most leborulunk mindannyian. És azt mondjuk, hogy megtérünk ebből. És akkor lehetne keresztény nemzetről beszélni. Hála az Úrnak. Csak ezek, akik ezt bejátszották, ezt a videót, azok most sokkal profibban lopnak éjjel-nappal. 3 műszakban. Bocsánat, 4-ben. Mert ugye 24 óra plusz még 8 óra. Most már ilyen is van. És a Zakeus elvesztette a lehetőséget. Másnap hová megy egy vámszedő? Másnap bekopog és azt mondja, hogy sziasztok, én vagyok a vámszedő. Jönnék hamburgert árulni, lehet? Ja, mondjuk lehet, hogy a Mekibe fölvennék. De akkor nem volt Meki. Hová megy el dolgozni? Hová megy el ilyen háttérre? Ki fogja foglalkoztatni? Hogy néznek erre az emberre? Úgy néznek rá, hogy jaj, kutyából szalonna? És ha újra előjön belőle? Barátaim, feladott mindent. Tudjátok, ha ezt az embert meghallgatnánk, olyan jó lenne, tovább folytatódna a történet, csak mindig ilyen érdekes történet, mindig csak a mennybe fog majd folytatódni, hogy úgy szerettem volna, hogy leírják, és akkor a következő ige, Zakeus 5 év múlva.
És az Zákeus kinnál, és azt mondja, hogy testvérek, dicsőség az Úrnak, mindenünket elvesztettük. De itt van a feleségem is, gyerekek is megvannak szépen sorba, hála az Úrnak. Járunk egy kis imacsoportba. Hát, gyülekezet nem lehetünk, mert csak 9 és felen vagyunk. Mert Juli néni az csak minden 2 hétben jön, de 9 és felen vagyunk. De jól érezzük magunkat. A lelkünk felszabadult. Az Urat érezzük. Tudjuk, hogy ki az a Jézus. Szabadok vagyunk, testvérek. Szabadok. De nincs benne a Bibliában. Nincs benne. Pedig érdekelne. Érdekelne, hogy mi lett a fiúval. Csak azt látjuk, hogy ez a fiú, amikor elmegy, és olyan rossz ez, hogy ott van Jézustól, szembeáll vele. Jézus semmit nem mondott, ami nem igaz. És olvassuk, hogy erre a szóra, amit Jézus mondott, megszomorodva elfordul és elmegy. Tudjátok, hányan szomorodunk ma meg Jézus hangjára és szavára? Mert annyira várjuk, hogy azt mondja, amit mi elképzeltünk és elterveztünk. Hányan szomorodunk meg arra, hogy miért nem, de Uram, de én értsd meg, én nem csapot kértem, hanem papot. Vagy nem papot, hanem csapot. Te meg ide küldted a helyi plébános, de most mit kezdjek vele? Nekem egy fürdőszoba csapra lett volna szükségem. Ha most hogyan tovább? És ebbe a fiúba ez volt a tragédia, hogy nem ismerte fel Jézust. És a másik tragédia, ami volt benne, hogy minden maradt a régiben. Maradt a sorrend, maradtak a tervek, a célok, az elképzelések. És ezen, barátaim, erre nagyon-nagyon oda kell figyeljünk, hogy ez bizony ne így legyen. Annak ellenére, hogy ez a fiú, ez egyszerűen jó dolgot akart, örök életet kereste. Értsétek meg, ma a legnagyobb csapda az. A Biblia beszél erről, hogy az utolsó idők tele lesznek hitetéssel és csalással. És a hitetések és a csalások nem úgy fognak megnyilvánulni, hogy bejön egy olyan ember, aki Krisztus ellen beszél, vagy szarva van, vagy szőrös, teljesen, vagy tüzetokád, vagy kénszagú a hónalja. Tehát nem így fog ez kiderülni, hogy ő az ördög. Hanem egyszerűen úgy fog kiderülni, barátaim, hogy egyszerűen azok az értékek, amik az Isten számára értékek, azok az értékeket mi felcseréljük apró pénzre. És ma a legnagyobb tragédia ez az egyházban, hogy fel vannak cserélve az értékek apró pénzre. Piti, bagatel dolgokra, fel vannak cserélve a szeretett kapcsolatok, gyűlölet kapcsolatokra, fel vannak cserélve a Bibliában lévő igazságok, emberi igazságokra, fel van cserélve az a pénz, amit az Isten azért adott, hogy boldoguljunk, fel van cserélve hatalmasságoknak a kiépítésére, és minden a feje tetején áll. És ezért van az, amikor köszöntjük egymást, hogy testvérek, örök életetek van. Jaj, barátom, de jó lenne, ha igaz lenne. Jó neked, hogy ilyen gondjaid vannak, hogy örök életen gondolkodsz. Jó neked, hogy ilyen gondjaid vannak, hogy üdvösségen gondolkodsz. De testvérek, azt értsétek meg, hogy ezt az egészet, amit itt csinálunk, ezt értsétek már meg, nem a házunkért csináljuk, nem a Gucci öltönyért, hanem ezt azért csináljuk, mert az Isten irgalmasságból örök életet adott nekünk. És ennek az egésznek a lényege, én biztos, hogy nem tenném ki magamat hétről hétre annak, hogy izzadjak azon, hogy ez a messze lévő Isten mit akar mondani. És ráadásul sose azt akarja mondani, amit én. Biztos, hogy nem tenném ki magamat annak, hogy azt mondom, hogy keresztény vagyok, és akkor kiröhögnek, hogy keresztény vagy, Istenem, lemaradtál? Hát milyen elavult dolog ma a kereszténység? Ezt csak azért tudod megtenni, mert egyszerűen, tudjátok, olyan megdöbbentő volt, hogy 25 éves házasok voltunk most a feleségemmel, és én próbáltam neki a csillagokat lehozni az égről, meg tényleg ilyen férfias ajándékokat adtam, ilyen sok rózsát vettem. Hú, de drága volt. De sokat vettem. Nagyon sokat. Sárkát. Nagyot. Ilyen feje volt, mint az enyém.
mondtam, pénz nem számít, nagy rózsa legyen. Ha felem a Holdról, a Marsról hozassa, rózsa legyen. Legjobb szálloda, legjobb kaja, minden. Minden. Én is főszívtam magamat. Olyan voltam, mint a spanyol bika. Minden rendben volt bárti. Kemény voltam. És letesz elém egy albumot a feleségem. És az album megmutat 25 évet 30 oldalon. És abból a nagy bikából hirtelen ilyen kis poloska, vagy nem is tudom, mi van most invázióban, poloska. Hétköznapi nevén Büdös Bence. Magyar neve, magyar hangja Büdös Bence. Tehát, ilyenek. Tudjátok, hogy végignéztem, és akkor végignéztem ezt a 25 évet, és hogy... És tudjátok, miért volt csodálatos ez az ajándék? Mert ő is azt tette bele, ami ebből a 25 évből jó volt. És benne voltak sorban a gyerekeim, ahogy születtek, rajta a karszallag, ugye, hogy született 13-as, így jártam az első lányommal, 31-est értettem, és akkor még ilyen képernyőn lehetett nézni a gyerekeket, nem élőbe. És kirakták a 31-est. És én meg felsóhajtottam, mondom, ezt tuti nem az enyém. Hát érzi ezt egy apa. Hátulról, ugye tele volt a terem, hátulról hallom hangokat, a hülye paraszt, megcsinálja, és akkor nem tetszik neki. Hát ő is ilyen ocsmány, hát ez lett, hát kész, ami. És akkor kirakják 13-as. Mondom, na ez már az, emberek, ez már az. Látszik rajta, tiszta anyja. Tehát ez már biztos, hogy az. És tudjátok, hogy végignéztem ezt, hogy rádöbbentem, hogy egyrészt arra döbbentem rá, hogy ez a 25 év, ez úgy megugrott, hogy így. Így. Ki se heverem a szombati prédikációt, már azt érzem, hogy megint péntek van, és készülnöm kell a szombati prédikációra. És valami olyan botrányosan megy az idő, hogy ezt az egész kérdést csak az örök szó fogja tudni megoldani. De ha az örökké valóság nem hoz bennünket tűzbe, hanem azért kell, mert ma most trendi. Értitek, ma keresztény Magyarország van. Ma trendi, hogy gyüli van. Ma trendi, hogy izé van. Alkalom van. Ma trendi szó a halleluja. Ma minden olyan trendi. És kell a kollekcióba, az öltöny mellé, az aranyak mellé, a hivalkodás mellé. Legyen egy ilyen is benne, ha már elmegyünk dumálni a nagyokkal. Akkor lehessen elmondani, hogy és közben mi még ismerjük Jézust is. Találkoztunk vele. Sőt, egy asztalnál ültünk vele. Sőt, szólok neki, bármit elintéz. Mai gyógyító evangélisták így vannak vele. Meg akarsz gyógyulni? Csörög rám! 10 000 dollár. Ott gyógyulsz meg, ahol egészséges vagy, ott is meggyógyulsz. Mennyi kéz kell? 4 kezet kell? 4 kezet kapsz. Tudsz 4 kezest játszani. Csak szóljál! Pénzkérdés az egész, gyerekek. Semmi. Olyanban vagyok én már az Isten, hogy minden. Megvéd mindentől. Segít. Bármikor szólok neki. Azt csinálja, amit akarok. És ez a fiú is odament, és azt mondta, hogy mester, tudod, jó vagyok, szép vagyok, hát ha azt csinálja. És Jézus azt mondta, hogy nem azt fogom csinálni. Nem azt fogom csinálni, amit te akarsz. Egész más fogok csinálni. Nem azt, amit te kitaláltál, kigondoltál, felkészültél rá, nem fogsz engem berakni 8-nak, 16-nak a sorba. Nem fogsz a nevemmel visszaélni. Nem azt fogom csinálni. 2 lehetőséged lesz. Vagy beállsz a sínre, és mész, és hidd el, hogy én jó helyre foglak elvezetni. Hát barátaim, ha Jézus maga az örök élet, akkor ő nem tud máshova elvezetni, csak az örök életbe. Nem tud máshova. Hát ezért érdemes utána menni. Hát ne olyan után menni, aki nem ismerős azon a helyen. Hiába mondja egy ember magáról, én 2 embernek hinnék. Egyik Jézus. A második meg az öreg Jani gyerek. Mert az azért kapott egy ütést a mennyből. Az azért nem keverné össze a hamut a mamuval. De a Jani már nincs itt. Itt most ki van? Jézus. Ezért érdemes őt követni. És ezért nem véletlenül látják az emberek, látják ezek a hatalmasságban lévők, hogy az emberek Jézust akarnák követni, és mit csinálnak? Mit mond Jézus? Fölhúzzák
a Jézus állarcokat, csak egészen más irányba kezdik el vezetni az embereket. És azok, akik azt mondják, hogy majd a te életeden akkor fog látszani, hogy te áldott ember vagy, hogyha ezed is, meg azod is, meg amazod is megvan, csak értsd meg, meg lehet mindenünk. De a kollekcióban nem tudod beletenni az örök életet, mert az örök életet nem így adják. Elmentünk a napokba egy butorboltba, és mostában ilyen tényleg így megemlékezem az Istenről, hogy mekkora nagy. És amikor először voltam butorboltban, akkor házasodtam, akkor úgy szerettem volna ilyen kanapét venni, ilyen ágyat, olyan ágyat. Barátaim, az első ágyunk olyan volt, hogy én mindig a deszkán feküdtem. Mert egyszerűen vettem egy olyan szar ágyat, hogy a feleségem az mindig a puhán feküdt, de én meg rendegélyen mindig a deszkán, mert a hülye szivacs mindig lecsúszott, és feküdtem a deszkán. Egy évig. De azok az ágyak, amik elérhetőek lettek volna, azok nem voltak számomra elérhetők. És olyan jó érzés volt, hogy bementem egy butorboltba. És úgy végignéztem, hogy ez is, hogy dicsőség az Istennek, hogy mindegyiket megvehettem volna. És tudjátok, mi volt az érdekes? Hogy egyik sem kellett. Nem kellett. Jó a deszka. Most már nem deszkán fekszek azért, de kettőt fordulunk, úgy nyikorok az ágy, hogy a szomszéd is fölébred. De valahogy most, valahogy nem kell. Valahogy nem kell. Nem kell. Valahogy fiam mindig mondja, hogy apa, vegyünk egy autót. Egy jó autót. De mondom, neked mi a jó? Gondolom az, hogy lássa az egész falu. Az ott kezdődik a jó. Nagy legyen, nagyon élénk színe legyen, és 8 kipufogó legyen rajta. Ilyenek. Nagy legyen. Hogy látszódjon. De mondom, nem kell, fiam. Végigmegyünk a falun, azt se tudják, hogy vagyunk. Sokkal jobb így nekünk. És hogy azt láttam, és az a különbség ez között a két ember között, és értsétek meg, hogy lehet találkozni Jézussal, de tovább menni vele akkor lehet, hogyha át tudod neki adni a vezetést. Nem elég csak találkozni. És nagyon sokan ma mondják, hogy átadták a vezetést, de eszük ágába sincs átadni a vezetést. Eszük ágába sincs lemondani a hatalomról, lemondani a pénzről. Barátaim, ma a keresztény mozgalmak szerte a világban nagyobb bevételt produkálnak, mint a legnagyobb multinacionális cégek. Nem véletlenül mindenhol a politika újra kivetette a hálóját. Már nem csak a tradicionális kereszténységre. Ma rég nem a tradicionális kereszténység a cél. Ma a Szentlélekkel betöltött emberek a célok. Mert az ördög nagyon jól tudja, az ördög ismeri ezt a történetet, és ő nagyon jól tudja, hogy ha még találkozol Jézussal, ha ügyes, és a te irányultságaid, a céljaidat el tudja téríteni, akkor hiába találkoztál Jézussal. Hiába. És ezért én arra bátorítalak benneteket, drága testvéreim, hogy ne legyen ez a találkozás hiába, mert az örök élet az nem egy tárgy, ami bekerül a vitrínbe, hanem ez egy olyan érték, ezért tedd fel a kérdést magadnak. Kérlek, tedd fel. Magamnak is mondom ezt. Mi a te kincsed? Mi a te kincsed? Ha jobban tűzbe hoz a matéria, ha jobban tűzbe hoz a hatalom, akkor nem értettük meg az örök életet. Tudjátok, olyan emberek, akik a fél világot végig tanították, és tényleg voltak jó szériáik. Voltak olyan szériáik, amikor tényleg csüngtünk az ajkukon. És érezted, hogy változik az életed, nem hagyott aludni az ige, gyömöszölt, mint a kolbászt, amikor gyúrják, értitek? Hogy olyan volt az ember. És ma meg nézi az ember, hogy Istenem, tudjátok, annál, amikor valami a dicsőségből rommá lesz, annál még az is jobb, hogy soha nem lett volna dicsőséges. És ezért bele kell néznünk. Ma fel kell tenni ezt a kérdést, hogy mi a kincs. És tudjátok, nagyon sokszor mondjuk, annyi ige hirdetés van, majd a következőt elérem, úgyis mindenki arról beszél. Tudjátok, mi ennek a történetnek a tragédiája? Hogy ez a csávó az őneki szóló ige hirdetést késte le. Mert ott megkapta volna a kérdést rá, hogy figyelj, hagyd ezeket a homokozóba, ezeket a játékaidat, hogy ház, hatalom, hanem amikor azt mondja, apu, hogy ugorj. Akkor ugorj. Hát te,
ha kisgyereketek van, abban a legnagyobb élmény az az, barátaim. Hát ezt a kis Leventét én most oda fölállítanám oda a karzatra, és oda mennék, és mondanék, hogy ugorj. Barátaim, ez ki sem tudom mondani, hogy ugorj, ez már ugorna. De van a 21 éves fiam, a Viktor, ha odaállítanám, hogy ugorj, azt mondaná, testvérek, imádkozzatok apámért. Én nem mondhatom, hogy hülye, de ti még mondhatjátok. Valahogy szeliden, akinek a legirgalmasabb a szíve, az mondja meg neki, hogy elszállt az agya. De ha normális vagyok, akkor nem állítom oda, és nem mondom neki, hogy ugorj. Mert nem tudom elkapni. És ezért ez nagyon hiányzik, és ő erről maradt le. Erről maradt le, hogy Isten nem egy a sorban, nem egy a polcodon. Nem egy, csak úgy majd ha szükség lesz rá. Barátaim, erről szól ma az evangéliumi kereszténység is sajnos. Nincs szükségem rá? Hát akkor jegeljük a kapcsolatot. Szükségem van rá? Úgy újul meg mindenkinek az ima élete. Bejön egy krak. Miért nem lehet, testvérek, békeidőbe vágyni az örök életet? Miért nem lehet békeidőben is? Tudjátok, ezek az elmúlt évek, ami adatott például Magyarországnak is, vagy ami az ige, amit mond, ami az alvás előtt, amikor majd elalszik, az okos szűzés, meg a bolond szűzés. Előtte békeévek voltak, és ezeket a békeéveket arra kell felhasználni, hogy minél közelebb az úthoz, az igazsághoz és az élethez. És ezért mondja Ezékiel, és ez lesz a forradalmi változás az elkövetkezendő években, hogy ezeket a hamis Krisztusokat Isten személyesen, hiába van a rutin, hogy eddig, meg addig, meg amaddig így védett, meg úgy védett az Isten, ezeket ma az Isten csak azokat fogja megvédeni, akik az Istenhez löködik az embereket, és nem a személyes hasznukra és hatalmukra használják fel az embereket. Senki más, ne ringassátok magatokat, tudjátok, előttem van az a kép, amikor Ceausescu, a diktátor, kiáll egy ünnepen az erkélyre, és a tömeg éjjenzi, és élteti, és a Ceausescu, ez csak átcsap. Ugyanúgy megmarad a zaj, a hangzavar, de már nem Ceausescu, hanem érzi a Ceausescu is, hogy már egészen mást mondanak. És akkor fölemeli a kezét, hogy lecsillapítja a tömeget, mert az mindig beszokott jönni, hogy valamit fölemel. És barátaim, fölemeli a kezét, és már nem csillapodik le a tömeg többet. És utána már rakják helikopterre, és onnantól kezdve menekülnie kell. És ezért nagyon fontos, hogy ne egy legyen az Isten a sorban, hanem az első legyen az Isten a sorban. És ha az első Isten a sorban, akkor büszkén viseld a Zakeus nevet. Akármennyire is rongyát épte az élet, meg a bűnök, büszkén kell viselni. Tudom, a Zakeus azt jelenti, hogy igaz és tiszta. Rászolgált ő erre? Nem szolgált rá. De megkapta. Kegyelemből, sírkalomból. Ezért kérlek benneteket, hogy ne vegyétek félvárról, hogy van Isten igéje, ne vegyétek félvárról, semmit ne vegyetek félvárról, hanem keressétek, kutassátok, nézzetek bele a tükörbe, nézzétek meg, hogy biztos, hogy neked mindig kell, hogy valami helyettesítse az Istennel való közösségedet. Biztos, hogy mindig kell valami, ami miatt valamit halasztasz. És most én higgyétek el, nem a gyülekezetbe járásra biztatlak benneteket, mert eddig is az jött, aki akart, az ment, aki akart. Ha ezért csinálnám, már rég nem lennék itt. Mert nekem is annyi kedvem van sokszor gyülekezetbe jönni, mint neked. Semmi. De az a lehetőség, hogy ma még van korrekció, ma még rá lehet állni erre a kötött pályára, mert ez a pálya, ez kötött, barátaim, ez olyan, mint a sín, azt mondja, hogy keskeny. És ráadásul nincs nagy tolongás rajta. Mert azt mondja, hogy úgy mész ezen a keskeny pályán, hogy melletted mindenki a széles pályán jár. És mindig ott a csábítás, ott a vágy. De értsétek meg, aki erre a keskeny pályára rálép, annak már nem a konyhabútor, és nem a telek, és nem a barackfa a legfontosabb. Ezek mind fontos dolgok, de nem lehet fontosabb az örök életnél. Mert úgy jársz, mint én, hogy végignézed a 25 évedet, és azt mondod, hogy... Oh, és tudjátok,
Előre félek az 50. Ha az Isten ad kegyelmet és megéljük. De már lehet, hogy akárhogy szívom föl magam, nem leszek akkora bika. Maximum csak, hogy a Hofi mondta, bikuci. De az már nem bika, a bikuci. Lehet, hogy már nem lesz akkora a szálloda. Lehet, hogy a sárga rózsa is már nem lehet kapni, mert addigra már művirág lesz. De olyan megrázó volt végignézni, hogy így megy el. Megértem Salamont, aki úgy kezdi a prédikátor könyvét, mikor megértette ezt az egész mindenséget, és azt mondja, hogy emberek, megőrülök, de ennek semmi értelme, amit csinálunk. Ez tök értelmetlen. Barátaim, ahogy végignéztem, értetek, láttam, hogy ott van a lányom, és akkor most 23 éves. Tudjátok, mi jutott először az eszembe? Hogy annyira sajnálok minden percet, amit veszekedéssel töltöttem vele. És hát különösen az elsővel. Azzal annyit veszekedtem. És hát szegény, ő is ugyanannyit velem, mint amit én vele. Tudjátok, ez olyan kölcsönös. De minden percét sajnálom. És úgyis ugyanaz lett a vége, barátaim, hogy ott állunk, és meg kell bocsátanunk egymásnak. Sajnálom minden pillanatát, amit elpocsékoltam indulatokra, haragra. Tudjátok, látom most, hogy forrong az egyház, és tényleg én ezt a forrongást jónak tartom, mert kell ahhoz bátorság, fel kell menniük a Zakeusoknak a fára, mert nézzétek meg a fa menetel, a fára, amikor fölment, és legyőzte a szégyenérzetét, a félelmét, az valóságos változást hozott. Az, amíg ilyen gazdag ifjúként téblábolunk, nem fog hozni valóságos változást. De arra is kérlek benneteket, hogy ebben a nagy változásban soha ne tévesszétek el, hogy az örök élet a legfontosabb. Hogy nehogy elvigyenek az indulatok, az érzések, hanem az örök élet, hogy az Isten, ezt tudjátok mekkora kegyelem, és Zakeus ezt értette meg, hogy ha semmit nem adna az Isten, csak most egyszer találkoztam vele, és semmit, soha többet nem jönne be hozzám, akkor is megérte. Mert örök életet adott. És ne elégedjetek meg ezzel, hogy ennek nem tudunk örülni. Majd amikor ott nyöksz, és fújtasz, mint a bikuci, a halálos ágyadom, mert ahogy én ott fogok fújtadni, te is ott fogsz fújtadni. Ne aggódj! Hiába jártál a mennybe, a pokolba, kampec lesz egyszer. Kampec Dolores. Ha csak az Úr addig nem jön vissza. De eljön az a pillanat, amikor azt mondod, hogy ott minden mindegy. Ott mindegy, hogy mit van, mit nincs. Ott minden mindegy. Ott egy dolog számít. Hogy azzal a békességgel tudsz-e átlépni az örök vadászmezőkre, hogy tudod, hogy van örök élet. És ne felejtsétek el, a gazdag ifjú elment szomorúan, ugyanabban a bizonytalanságban, mert nem kapott a kérdésére választ, illetve nem értette meg a választ. Viszont Zakeus hogy kelt másnap? Elvesztette az apekes állását, de volt valamire garanciája. Ma lett üdvössége ennek a háznak. Barátaim, ez az igazi érték. Nem az új csarnok, nem a TV közvetítés, ATV, BTV, CTV, KTV, hanem ez az igazi érték, barátaim, hogy örök életünk van. A mennyben nem jegyzik. A mennyben, mikor fölmész, és azt mondod, hogy 3 szobás, 2 emeletes házam volt, előtte a Toyota, nem benzines, elektromos. És úgy szétnézel a mennybe, meg sem mered mondani, hogy mit volt. Amikor te voltál a leggazdagabb ifjú, akkor is lapítasz, mint az a bizonyos a gazban, mert egyszerűen nem mered elmondani, mert szétnézel, érted, és hát nincs értelme ezzel semmit ágálni, hogy mit van. Semmi, jobb, hogy csöndben maradunk, értitek, megyünk, dicsérjük az Urat, örülünk, mint majom a farkának, hogy bejutottunk ebbe az egész buliba, megnyugszunk, hogy egyikünk se érdemelte meg, és mégis itt vagyunk. Ott nem lesznek már ilyen találkozások, hogy jó, hogy én itt vagyok, az rendben van, mert az érthető. De te, hogyan? Nem lesznek ilyen kérdések, értitek? Hanem ott csak megyünk, boldogok leszünk, mindenki örül, nem az lesz, hogy gyerekek, dicséret van. Örülünk, boldogok leszünk, és már senki nem fog azzal villogni, hogy nekem a földön osztályvezetői állásom volt. És akkor mit vársz, hogy a mennybe majd... Itt az osztályvezető. Barátaim, és ezt tud tűzbe hozni. És ez a várakozás,
Ez az igazi várakozás. Egy dalt énekeljünk el befejezésül, vagy kettőt. De ez az igazi várakozás. Ha valamire van értelme várakozni, a BKV késik, a volán késik, a benzin drága. Várakozni érdemes az Úrra. Miért tudták az emberek, miért tudta Dávid mondani, hogy várván vártam az Urat, mert látta maga előtt. Én úgy szeretném látni a szép pofátokat a mennybe. Valamelyik nap egy riportban hallottam a múlt héten, hogy úgy nevezte az egyik pásztor a testvéreket, hogy baromarcú. Ha mondom, növekszik az egyházban a tudás. ez már szép, ha itt tartunk. Hogy úgyhogy drága juharcúak, mert ha már valami állatról, akkor maradjunk már Junál, jó? Ez is elég ciki, de maradjunk már Junál. Bízunk az örök életbe, testvérek. És az örök életet nem adja meg egyik celeb se. Az örök életet a Messiás hozta el. És ha ezt újra átéljük, akkor lesz izgalom. Akkor a legnagyobb problémában is azt tudod mondani, hogy jó az Úr. Van egy szép dal, majd meg fogjuk tanulni. Átküldtem a testvéreknek, az a címe, hogy köszönöm. Én egyszerűen, thank you. Már hát ugye mi magyarok már elfelejtünk köszönni, ezért már csak thank you-sok tudnak ilyen jó dalokat írni. És ennyi egy nagyon egyszerű szövege van. Úgy kezdődik, hogy köszönöm, hogy megmentettél. Például figyeld, ahogy imádkozol. Állj be a röntgenbe. Miért imádkozol? Köszönöm, hogy megadtad. Köszönöm, hogy ez is van. Köszönöm. Ha majd úgy kezded, hogy köszönöm, hogy megmentettél, akkor kereszt előtt tartunk. Én szívből kívánom, hogy itt csak Zakeusok legyenek. És Zakeusként akkor is szerettünk, ha még vámszedő vagy. Pláne. Ugye a múlt heti prédikációmnak azt a címet adtam, hogy vámszedők, farizeusok 1-0. És lehet, hogy nem gondolok új címet, hanem azt fogom mondani, hogy vámszedők, farizeusok 2-0. Értsétek meg! A vámszedő semmi más nem tett, csak megértette, hogy az örök élet a legfontosabb. És ezt ma nem tanítják. Ma fontos a migráns, fontos a politika, fontos ez. Nézzétek meg, csak egy kicsit legyetek józanok, és vonatkoztassatok el az agyunkba beomosott és beolvasott teológiáktól. Mikor hallottad, hogy igazán őszintén ebben a nagy sorban, hogy valaki úgy kezd, hogy de emberek, de értsük meg ez az egész kár és szemét, az örök életed a legfontosabb. De hidd el, hogy az a legfontosabb. Maradjatok ülve, vagy álljatok föl, vagy időzzetek, vagy menjetek haza, vagy amit szeretnétek, de most dicsérni fogjuk az Urat. Drága jó arcúak, dicsérjük az Urat.